A tömeges oltásokra készül Európa, Magyarország több helyről is vár vakcinát, kész az oltási terv is. Az erős magyar képviselet a tét a romániai választáson, politikusok, művészek, civilek, mindenki a részvételre buzdít. Szándékosan hajtott a szemétszállítók közé egy autós, a munkások könnyebben megsérültek, a gázolót elfogták. És decemberi tavasz nem sok kellett a rekordhoz, Pocsajon csak nem 18 fok volt délután. Ez a Híradó fél nyolctól, az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Újabb koronavírus elleni vakcina kerülhet az ország látóterébe. Három kínai gyártóval vette fel a kapcsolatot a kormány. Az egyik oltóanyagról napokon belül megérkezik a dokumentáció. Ezt magyar szakemberek vizsgálják meg, és csak ezután dönthetnek majd a vásárlásról. Közben továbbra is gyors ütemben terjed itthon a koronavírus. Egy nap alatt újabb 5525 embernél mutatták ki a kort, és 193-an vesztették életüket a betegség szövődményeiben. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 167 ezret. Csak nem 7700-an vannak kórházban, közülük pedig 637-en lélegeztetőgépen. Itt a Budapest Airport teherforgalmi központjában fogadják majd az első koronavírus elleni vakcina szállítmányokat. Pontos ütemterv szerint veszik majd át a készítményeket, amelyek alig pár órát lesznek csak a kargóban, mielőtt az oltóközpontokba szállítják őket. Valentinyi Katalin, a cég kommunikációs igazgatója a Híradónak azt mondta, a legnagyobb kihívást az oltóanyagok hűtése jelenti, hiszen van olyan vakcina, amelyet mínusz 70 fokon kell tárolni. A Budapest Airport mindent megtesz annak érdekében, hogy a vakcina szállítás, amikor annak az ideje érkezik, gördülékenyen, problémamentesen történjen. Nagyon fontos tudni, hogy a repülőtérnek a szerepe ebben nyilván egy nagyon fontos szerep, ugyanakkor nálunk ennek a folyamatnak csak egy kicsi része zajlik. Tehát tulajdonképpen a vakcinák átrakodása és rövid ideig való tárolása történik a repülőtéren. Mindent megteszünk azért, hogy ahol lesz vakcina, onnan ezt a vakcinát a lehető legnagyobb mennyiségben és leggyorsabban beszerezzük. Közel a segítség, jelenleg több országgal is tárgyal a magyar kormány a vakcinák beszerzéséről. Míg az Egyesült Államok úgy döntött, nem szállít az uniós tagállamoknak, addig Kína kész segíteni. Mencer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, napokon belül megkezdődhet ezeknek a vakcináknak a vizsgálata itthon. A gyártó néhány napon belül elküldi a vakcina teljes dokumentációját a Magyar Országos Gyógyszerészeti Intézetnek. A magyar szakemberek a vakcina dokumentációját tanulmányozni fogják, és ha megfelelőnek találják, akkor lehet majd szó a vásárlásról, de ehhez majd még kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ véleménye is. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a kidolgozott oltási tervről. Az egészségügyi dolgozók fogják egyébként első helyen megkapni, mert ők küzdenek a többiek életéért. Utána pedig a súlyos állapotban lévőket fogjuk besorolni, csak utána jön mindenki más, de még további sorrendeket is megállapítottunk. Mint minden ország a világon, Magyarország is nagyon várja már az első biztonságos és hatékony vakcinának a megérkezését. A Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa szerint létfontosságú az oltás, hiszen csak így lehet megfékezni a járványt. Szlávik János az M1-nek adott interjújában rámutatott, a legtöbb vakcina csak nem 100%-osan hatékony, így akár a lakosság 60%-át elegendő lenne beoltani ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő védettség. Mindenképpen oltással kell létrehozni azt a nyáimmunitást, ami a lakosság 50-60%-át jelenti, hiszen hogyha ez az 50-60% akár átesett a betegségen, akár hatékony védőoltást kapott, akkor már nagyobb járvány nem fog kialakulni. Hamarosan elindul az a honlap, ahol mindenki regisztrálhat, aki oltást szeretne. A vakcina ingyenes és önkéntes lesz. A szokásos európai körképpen folytatjuk a Híradót, mert hogy egyre több országban készülnek már a tömeges oltásra. Romániában, Horvátországban és Lengyelországban is ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus elleni védőoltás. Mindhárom országban az egészségügyi dolgozókat oltanák be első körben. A román elnök a legfelsőbb védelmi tanács rendkívüli ülése után látogatott el az első román oltási központba, amelyet Bukarest északi részén a Romexpo kiállítási csarnokban alakítottak ki a szakemberek.
Ennek mintájára a fővárosban több mint 100, országszerte pedig csaknem 800 további központot hoznak majd létre. A bukaresti kormány után csütörtökön a román legfelsőbb védelmi tanács is jóváhagyta a koronavírus elleni oltási stratégiát. Ennek értelmében az országba a jövő év elején 1 millió adag vakcina érkezhet első körben. Az oltóanyagot a tervek szerint először az egészségügyi dolgozók, a szociális intézmények és öreg otthonok dolgozói, és azok az egyéb betegségekben szenvedők kapnák, akikre fokozott veszélyt jelentene, ha megfertőződnének. A román elnök azt mondta, hogy az oltás biztonságos és hatékony, beadatása pedig önkéntes lesz. Készen állunk az emberek beoltására, alig várom, hogy itt legyen a vakcina. Nagy valószínűséggel az első oltási kampánnyal a nyár végére fogunk majd végezni, mondta a román elnök. Horvátországban a Pfizer és a BioNTech közös vakcinájával kezdődhet meg a lakosság beoltása jövő év januárban. Az ország eddig összesen 5,5 millió adag koronavírus elleni oltóanyagot rendelt több vállalattól. Habár az oltás önkéntes, jó lenne, ha minél többen beoltatnák magukat, mert a vakcina kollektív immunitást biztosít számunkra, és megakadályozza a koronavírus további terjedését. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a maszkviselés korszaka az oltással még nem ér véget, mondta a Horvát Közegészségügyi Intézet igazgatója. Horvátországban is ingyenes lesz az oltás, és első körben ott is az egészségügyi dolgozókat oltják be, aztán az idős és szociális otthonok lakóit és dolgozóit, majd az időseket és a krónikus betegeket. Lengyelországban a kormány tervei szerint februárban kezdődhet meg az egészségügyi dolgozók, a biztonsági erők munkatársainak és az időseknek az oltása. Az ország már 45 millió adag vakcinát rendelt. Becslések szerint nagyjából 8000 oltási központot fogunk felállítani országszerte, a nagyvárosokban pedig ideiglenes kórházakat is kialakítunk, hogy tömegével tudjuk oltani az embereket. Nagyjából 40-50 ezer egészségügyi dolgozó vesz majd részt az oltások beadásában, mondta a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője. Lengyelországban már több mint 1 millióan kapták el a koronavírust, és több mint 19 000-en haltak bele a betegség szövődményeibe. Olaszországban a kormány úgy döntött, hogy a közeledő ünnepek alatt is korlátozza a belföldi utazást. December 21-e és január 6-a között, vagyis a téli szünet teljes időtartama alatt tilos lesz a tartományok közötti mozgás. December 25-én és 26-án, valamint január 1-én pedig a városok és települések között sem engedélyezett az utazás. Az északai országos kijárási tilalom érvényben marad este 10 órától egészen reggel 5 óráig, a sípályák is zárva maradnak. Annyi enyhítés viszont lesz, hogy az ünnepek előtt az üzletek este 9 óráig tarthatnak nyitva. Rómából Sárközi Júlia mondta a részleteket. A hatóságok, főleg az északi tartományok elnökei attól tartanak, hogy az olasz családok tömegei megpróbálnak majd elmozdulni a vakációra, míg december 21-e előtt és északról ismét elindul a tömeg déli irányba, mert Olaszországnak még egy járványmentesebb övezete, és így a járványgörbe később megugorhat, ezért még tárgyalások, egyeztetések folynak a kormánnyal. Portugáliában sem enyhül a szigor, újabb 2 héttel, december 23-áig meghosszabbították a veszélyhelyzetet, ami már így is lassan 1 hónapja van érvényben. Bár az új fertőzések száma csökkent, de még mindig túl sokan vannak kórházban, ezért sem enyhítenek. Közben azért abban bíznak, karácsonyra valamelyest mérséklődik a helyzet, és jöhet némi lazítás. Szokatlan időjárás köszöntött be Portugália északi részén. Hó esett ott, ahol sohasem szokott. A koronavírus járvány őszi megjelenése óta ebben a térségben is, ugyanúgy, mint az ország nagy részén, szigorú korlátozások vannak életben. Aki csak teheti, otthonról dolgozik, de az iskolákban van tanítás. A havazás most mindent megváltoztatott. A térségben az iskolabuszok nem járnak. A diákoknak nem kell iskolába menniük, így most lehet hógolyózni. Portugáliában azonban a tél örömei sem tudják felettetni, hogy még mindig nagyon súlyos a járványhelyzet. A 10 milliós országban 4-5 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta. November 9-én 2 hetes veszélyhelyzetet hirdettek, azóta Portugália régióinak 2/3-ában éjszakai kijárási tilalom van érvényben, hétvégenként pedig ennél szigorúbb korlátozást, félnapos karantént vezettek be. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem hagyhatják el lakhelyüket délután 1 és hajnali 5 óra között. A hétvégéken az üzletek zárva vannak, kivéve a pékségek és a gyógyszertárak. Az éttermekből csak elvitelre lehet rendelni.
A bárok és az éjszakai klubok a márciusi lezárás óta nem nyitottak ki. Péntek estétől szerdáig a legfertőzöttebb területeket nem lehet elhagyni, és oda beutazni sem lehet. Hétközben a boltok, piacok délután egykor zárnak. Délelőttönként megélénkülnek a városok, aztán megint mindenki halt lesz. Ez a helyzet nem is változik. Az államfő szombaton bejelentette, hogy december 23-áig meghosszabbítják a veszélyhelyzetet az országban. Már vannak jelei annak, hogy lelassult a járvány terjedése, egyre kevesebb a fertőzött, de az egészségügyi rendszeren még mindig nagy a nyomás, és aggasztóan magas az elhunytak száma, indokolta a portugál államfő a döntést. Az államfő ugyanakkor reménykeltően beszélt a karácsonyról és a szilveszterről. Bár konkrétumot nem árult el, azt mondta, a hatóságok annyi engedményt tesznek majd, hogy a családok együtt tudjanak ünnepelni. Törökországban a járvány terjedése miatt újabb szigorításokat vezettek be. Hétköznap éjszakai, hétvégén pedig teljes kijárási korlátozás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy hétvégén például csak vásárolni lehet elmenni a legközelebbi üzletbe. Emellett a 20 év alattiak és a 65 év felettiek nem használhatják a tömegközlekedést. Ankarából Szerémi Tamás tudósított. Az esküvőkön és a temetéseken ezentúl legfeljebb 30 fő vehet részt, valamint megtiltották Törökországban ezt a hagyományos, csoportos részvétnyilvánítási látogatást, amely a temetéseket követi, és nagyon sok ember gyűlik össze a halottas háznál. Bezárnak továbbá a fürdők, az uszodák, a masszázszalonok és a vidámparkok. A külföldön élők voksolásával megkezdődött a parlamenti választás Romániában. Világszerte 748 szavazókörben szavazhatnak mától a románok, köztük 7 helyen Magyarországon is. Holnap a romániai szavazókörök is megnyitnak, csaknem 19 millió embert várnak az urnákhoz, helyi idő szerint reggel 7 és este 9 óra között. Idén a magyar pártok közösen indulnak a megmérettetésen. A jelöltek arra kértek minden erdélyi magyart, menjen el szavazni. A külföldi választókörökben már szombaton megkezdődött a szavazás, így Magyarországon is. Hazánkban a Budapesti Román Nagykövetségen, a Budapesti Román Kulturális Intézetben, valamint Gyulán és Szegeden a román főkonzulátuson adhatják le voksukat az arra jogosult román állampolgárok. Továbbá most először Biharkeresztesen is kialakítottak egy szavazóhelyiséget. A romániai parlamenti választásokon több mint 18 millió választó szavazhat. Minden szavazó két szavazólapot kap. Az egyikkel képviselőt, a másikkal szenátort delegál a bukaresti parlamentbe. It was good. I was a bit confused. Jó volt, bár picit zavarban voltam, hogy kit válasszak, de meghoztam a döntést, és remélem az a párt fog győzni, akire szavaztam, mondta ez a fiatal román nő Budapesten a szavazás után. A külföldön élő román állampolgárok szavazási hajlandósága aktív. Közéleti szereplők erre bíztatják a magyar nemzetiségű választókat is. Csíkkarcfalván Nagy Attila válogatott jégkorongozó, három gyermekes édesapa és a 800 hokista sorsát egyengető Székelyföldi Jégkorong Akadémia igazgatója arra kér mindenkit, hogy menjen el szavazni és ne bízza a véletlenre a sorsát. Úgy érzem, hogy kötelességem szavazni menni, kötelességem ezáltal is befolyásolni a következő 4 évnek a helyzet alakulását. Lesz egy külválasztási parkolót, és gyakorlatilag megfutva a főtérenek az új épületre. December 6-án sorsdöntő választások lesznek Romániában. A magyarság szempontjából meghatározó lesz a következő 4 év. Erről már Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő beszélt Sepsiszentgyörgyön, ahol Hitvégi Balázs európai parlamenti képviselővel buzdították szavazásra az erdélyi magyarokat. Az önkormányzati választásokon jól szerepelt az erdélyi magyarság, tehát megvannak az önkormányzati pozíciók. Ha most ehhez jó parlamenti pozíciók is társulnak, akkor így a önkormányzati és a parlamenti csapat együtt a következő 4 évben nagyon komoly beruházásokat valósíthat meg, és kiállhat a magyar jogokért, és kiállhat a magyar ügyekért Bukarestben is. Hidvégi Balázs, a Fidesz LP képviselője is arról beszélt, hogy akkor lehet erős és sikeres a magyarság képviselete, hogyha erős parlamenti képviselettel rendelkezik. Rendkívül fontos az, hogy erősen legyünk jelen a bukaresti törvényhozásban. Ez fontos itt Romániában, de fontos az Európai Unió szintjén is. Minden szavazat nagyon sokat számít, ezt látjuk most külföldi választásokon is. Egy-két szavazaton múlhat az, hogy a dolgok milyen irányba indulnak el, vagy milyen irányba mennek tovább.
A részvétel fontosságát hangsúlyozta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is. Hogyha nem megyünk el szavazni, attól lesz parlament, attól lesz kormány, attól nem lesz rendszerváltás vagy rendszerszerű változás. Csupán annyi fog történni, hogy nélkülünk lesz. Kelemen Hunor azt mondta, arra számít, hogy a magyar közösség észszerű döntést hoz. Azt mondta, ott kell lennünk, mert ha nem vagyunk ott, megkerülnek bennünket. Azt mi el tudjuk dönteni, hogy a sorsunkat mások kezébe adjuk, vagy nem adjuk mások kezébe. Hogy fölmutatunk egy erős közösséget, vagy nem mutatunk fel egy erős közösséget, ez az, ami rajtunk múlik. A választás kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúban arról beszélt, Románia fontos partnere Magyarországnak. Azt gondolom, hogy nagyon sok közös érdeke van Romániának és Magyarországnak. Az egyik közös érdek szerintem az az, hogy az a jó, ha mind a két országban stabil kormányzás van. Úgyhogy mi reméljük, hogy a román választás eredményeképpen egy stabil román kormány jön létre. A koronavírus járvány miatt idén egészségügyi óvintézkedéseket is bevezettek. A szavazókörökben mindenkinek legalább egy méteres távolságot kell tartania a teremben tartózkodóktól, ahova egyszerre legfeljebb 5 szavazót engednek be. A szavazóhelyiségek mindenütt helyi idő szerint 7 és 21 óra között tartanak nyitva. Ideológiai vitát erőltet a tagállamok egy csoportja, ami sokkal kevésbé sürgős kérdés, mint a helyreállítási alap vagy a költségvetés. Ezt nyilatkozta a Magyar Hírlapnak az igazságügyi miniszter a magyar-lengyel uniós vétóval kapcsolatban. Bár legközelebb csütörtökön tárgyalnak az uniós vezetők, a kérdés egyáltalán nem biztos, hogy napirendre kerül a csúcson. A Soros elnökséget ellátó német kormány szóvivője azt mondta, hogy még tárgyalnak a megoldásról a két országgal. Európa jövőjét féltjük a politikai és az ideológiai nyomásgyakorlástól, nyilatkozta Varga Judit a Magyar Hírlapnak a jogállamisági vita kapcsán. Hiszen ha ezt most megengedjük, hangsúlyozta az igazságügyi miniszter, akkor innentől bárki ellen bármikor felhasználható lesz. Bárkit meg lehet majd büntetni a források megvonásával, ha nem tetszik, amit mond. Azt mondta, a tagállamok egy csoportja az ideológiai vitát erőlteti, ami sokkal kevésbé sürgős kérdés, mint a helyreállítási alap és a költségvetés. Rámutatott, főleg a déli országoknak van nagy szükségük a forrásokra. Nem véletlen, hogy tőlük nem hallani olyan határozott kijelentéseket, mint mondjuk az úgynevezett takarékos országoktól. Hozzátette. A fukarok a kezdetektől fogva ellenezték az egész helyreállítási alapot. Érdekük tehát olyan helyzetet előidézni, hogy ez ne jöjjön létre, vagy nekik lehetőségük legyen kimaradni belőle. Ezzel szemben a magyar álláspont a tagállami szuverenitás alapján áll, szögezte le az igazságügyi miniszter. Brüsszelben már mindenki a jövő csütörtökön kezdődő uniós csúcsra készül, azonban nagy a bizonytalanság. Nem biztos, hogy a csúcson napirendre veszik az új 7 éves keretköltségvetés, a helyreállítási alap, valamint az EU-s források felhasználását jogállami feltételekhez kapcsoló mechanizmus alkotta csomagügyét. Ezt nyilatkozta pénteken az unió soros elnöki tisztét betöltő német kormány szóvivője. Stefan Zajberg közölte, megbeszéléseket kezdtek a magyar és a lengyel kormánnyal a csomag körüli kérdések megoldásáról. Tovább egyeztetünk, a téma a legnehezebbek közé tartozik, tette hozzá. A magyar és a lengyel miniszterelnök a héten többször is megerősítette, nem fogadják el, hogy politikai feltételekhez kössék az uniós források kifizetését, és továbbra is készek megvétózni az uniós költségvetést és a helyreállítási alapot. Látjuk, hogy mire megy ki a játék. A vita hátterében a bevándorlás áll. Erről beszélt Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök utalva az Európai Bizottságnak a múlt hónap végén bemutatott migrációs cselekvési tervére és a jogállamisági rendeletre hangsúlyozta, azt akarják elérni, hogy a bevándorlással kapcsolatos elutasító magyar és lengyel álláspontot le lehessen verni egy egyszerű többségi szavazással. Közölte azt is, hogy Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-s költségvetés, valamint a helyreállítási alap gazdasági kérdését külön kell választani a politikai vitákat eredményező jogállamisági rendelettől. Nem enyhül a nyomás a déli határnál, a rendőrök napról napra egyre több illegális bevándorlót kapnak el az átkelőknél. Csak idén 38 ezeren próbálkoztak Magyarországra jutni. Közben egymás után buknak le az embercsempész csoportok is. Olaszországban egy 19 fős bűnbandára csaptak le a rendőrök. Az üzlet rendkívül jövedelmező volt, a csoport már több vitorláshajót is vásárolt, hogy azzal tudják Szicíliára csempészni az embereket.
Hajnalban kezdték a hatóságok, majd a nap folyamán több helyen csaptak le egy nemzetközi embercsempész hálózat tagjaira Olaszországban. Eddig összesen 19 iraki, kurd, afgán és olasz gyanúsítottat vettek őrizetbe. A gyanú szerint 2018 óta szállítottak Európába migránsokat, akik fejenként 6000 eurót, vagyis átszámítva több mint 2 millió forintot fizettek az útért, később pedig hamis papírokkal maradtak, például Franciaországban és Olaszországban. Nem tudjuk, hogy pontosan hány ezer vagy tízezer bevándorlóról van szó. A szervezetnek viszont volt annyi pénze, hogy ebből hajókat, vitorláshajókat vásároljanak például, amelyekkel Görögországból tudták áthozni a dél-olaszországi partokra bevándorlókat, vagy nagyobb hajókkal egészen Szicíliáig vitték őket. Nem csak Olaszországban, de a magyar határon sem csökken a migrációs nyomás. Ezek a felvételek szombaton készültek a szabadkai buszállomáson. Itt olyan sok illegális bevándorló fordul meg nap mint nap, hogy a legfontosabb tudnivalókat már arabul is kiírják az állomás ajtajára. Bár a rendőrség folyamatosan elszállítja a befogadó központokba a bevándorlókat, ők folyamatosan visszaszivárognak a határmenti településekre. Legutóbb szerdán este kellett intézkedniük a szerbiai rendőrség tagjainak, hiszen Horgoson ismét nagyobb számú migráns gyűlt össze, őket szintén elvitték. Azonban a helyiek elmondása szerint a távolabbi rendszámú taxisok folyamatosan szivárogtatják és szállítják őket vissza az északbácskai és északbánáti határmenti településekre. Kerítésen keresztül, alagutatásva, autók rakterében vagy éppen kamionok alvázán megbújva próbálkoznak az illegális bevándorlók. Ezek a képek már a mindennapinak számítanak. Idén eddig több mint 38 ezeren próbáltak illegálisan átkelni a magyar határon. Bár a menekültek száma nem, az EU válasza a migrációra jelentős mértékben változott az elmúlt 5 évben. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György elmondta, az Európai Bizottságnak a bevándorlók befogadásáról szóló cselekvési terve alapján a jövőben a gazdasági bevándorlók kötelező kvóta alapján történő befogadására köteleznék a tagországokat. Ezzel újabb és újabb tömegek indulhatnak el Európa felé. Úgy látom, hogy az 5 év folyamán kellett fokozatosan, hogy kiderüljön teljes mértékben a nagy mesterterv, hogy tehát mi lenne az a megoldás, amellyel gazdasági, politikai és ideológiai előnyökhöz juthatnak azok, akik ilyen kérdésekben döntéshozó pozícióban vannak. Ez a maga a soros terv. A Soros György megírta. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy az EU 34 millió migránsnak akar lakást, szociális segélyt, állampolgárságot és szavazati jogot adni, ami maga a Soros terv. Tehát mi tudunk összefüggést teremteni a között, hogy van egy javaslat, amely általános elvi kérdésekkel foglalkozik, elveszi tőlünk az ellenállás jogát, majd betolnak egy olyan javaslatot, amit mi mindig is elleneztünk. Hát mi látjuk, hogy mire megy ki a játék. Azt akarják elérni, hogy a migrációval kapcsolatos elutasító magyar és lengyel álláspontot le lehessen verni. A miniszterelnök hangsúlyozta, bár a magyar baloldal is azon dolgozik, hogy nagy európai zászlók alatt végrehajtsa a Soros tervet, nem szabad hagyni, hogy Magyarországot átalakítsák. Az LMP szerint a kormánynak fel kell függesztenie a kisadózókra vonatkozó szigorítást. A párt úgy látja, hogy a javaslat egyszerre árt a gazdaságnak és a jóhiszemű vállalkozásoknak. Követeljük a kormánytól, hogy végre ne csak a nagy vállalatoknak az érdekeit szolgálja ki, hanem vegye észre azokat az apró szereplőit a gazdaságnak, akik igazából fenntartják a gazdaság működését. A Párbeszéd szerint azonnali téli szünetet kellene elrendelni az iskolákban és az óvodákban. A párt emellett több javaslatot is kidolgozott a járvány megfékezésére, ezeket be is nyújtották a parlamentnek. Azonnali hatállyal el kell rendelni az iskolákban és az óvodákban is a téli szünetet. Nem mehet senki addig iskolába, még nem javulnak ezek a számok, és a kormánynak január elején felül kell vizsgálnia azt, hogy újra nyithatnak-e az iskolák. 16 évvel ezelőtt árultál a balliberális oldal a magyarságot, ezt írja közleményében a Mi Hazánk mozgalom. A párt úgy fogalmaz, örökre beleégett minden igaz magyar szívébe 2004. december 5-e, amikor a balliberális oldal uszításának és hazugságainak köszönhetően eredménytelen lett a kettős állampolgárságról szóló népszavazás.
Tovább dagad a BKV buszbérléssel kapcsolatos botránya. A Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentum szerint már tavasszal tudtak a közlekedési társaság vezetői arról, hogy kockázatos a bizonytalan hátterű céggel szerződni. Ennek ellenére október végén aláírhatták a megállapodást. A főpolgármester közösségi oldalán magyarázkodott, azt írta, hogy nem kötnek szerződést a zavaros hátterű céggel, ugyanakkor kötbért követelnek a vállalattól. A BKV döntéshozói tudták, hogy a busztendert elnyerő céggel szerződni kockázatos, írja a Magyar Nemzet. A lap birtokába került jelentésből kiderül, hogy már a cég felbukkanásakor indult belső vizsgálat, amely közepes szintű vállalatbiztonsági kockázatot állapított meg. Az indoklásban szerepel, hogy a CR Facilities ZRT tulajdonosi háttere ismeretlen, ajánlásai nincsenek, és a működésről sincs információ. A vizsgálat szerint a pályázati határidő előtt egy héttel bejegyzett cég 17 millió forintos törstőkével rendelkezik, amely, idézem, nem erősíti azt, hogy ezzel a céggel érdemes lenne szerződnünk egy alsó hangon is 200 millió forint induló tőkét igénylő projektre. A felügyelőbizottság azzal is tisztában volt, hogy bizonytalan a cég háttere, mivel azt írták, valószínűleg a CR Facilities ZRT-t csak erre a közbeszerzésre hozta létre egy másik üzleti társaság. A héten derült ki, hogy az érintett cég tulajdonosi háttere a szocialista Tüttő Kata főpolgármester helyettes volt élettársához, Leistinger Tamás milliárdos üzletemberhez köthető. Arról pedig a Hír TV számolt be, hogy az offshore vállalkozás úgy nyert a buszbérbeadási pályázaton, hogy nem rendelkezett autóbuszokkal, azokat a vesztestől bérelték volna. De ez sem sikerült. A CR Facilities ugyanis egy hónapos halasztást kért a közelmúltban, a koronavírus járvány okozta nehézségekre hivatkozva. Ez a cég nem tudja teljesíteni azt, amit vállalt a szerződésben. Erről Láng Zsolt beszélt pénteken a Kossuth Rádióban. A Fidesz fővárosi frakció vezetője felidézte, Karácsony Gergely a buszbérlés kapcsán azt közölte, hogy a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel, miközben a jelek szerint már megkötötték a szerződést. És amikor a szerződést megkötötték, már pontosan lehetett tudni, hogy egy alkalmazottja van a cégnek, nincsenek buszai, nincsenek referenciái, és egy ciprusi cég van a háttérben. Ehhez képest most ott tartunk, hogy december van, kellene a buszokat hozni ennek a cégnek, és be kéne állítani a BKV flottájába, és nem tudja a szerződést teljesíteni, nincsenek buszok, aminek a levét a budapesti utazók isszák meg. Buszok meg sehol, írta ki ma internetes oldalára a BKK fideszes igazgatósági tagja. Wintermantel Zsolt szerint az, hogy a kockázat ellenére megkötötték a szerződést, jól mutatja, hogyan képzeli el a városvezetést Karácsony Gergely. A főpolgármester a héten a közösségi oldalán magyarázkodott, ami meglehetősen ellentmondásosra sikeredett. Egyrészt azt írta, a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel, majd azt írta, a BKV felszólítása nyomán a cég még kötbért is fizet a fővárosi vállalatnak. A kérdés azóta is az, hogy fizethet egy cég kötbért, ha az állítás szerint nem is szerződnek vele. Kerestük szombaton is a főpolgármesteri hivatalt, de a budapesti közlekedési vállalathoz irányítottak minket. A BKV írásban egyebek mellett azt közölte, hogy az eljárás jogszerű volt, mert a közbeszerzési jogszabályokban előírtakon túli egyéb aggály nem indok az ajánlat érvénytelenítésére. A szerződéskötéstől végül nem csak a főváros cége, hanem a pályázat nyertese is elállt, így továbbra sem érkeznek meg a járművek. Ennek ellenére mégis tovább bővült tegnap a BKV buszflottája. Ugyanis kormányzati támogatásból új, alacsony padlós, több ülőhelyen rendelkező járműveket adtak át Budapestnek. Megint botrányos műsort sugárzott a Magyar RTL csoport egyik csatornája. Durva stílus, trágár szavak és személyrem sértő beszélgetések kerültek adásba olyan időben, amikor fiatal nézők is lehetnek még a képernyők előtt. Sőt, az obszcén tartalmat az internetre is feltöltötték. Az M1-nek nyilatkozó gyermekpszichológus szerint rendkívüli károkat okozhatnak a serdülők fejlődésében az ilyen tartalmak. Az RTL 2 Belevaló világ című műsorának egyik csütörtöki jelenetében szerepelt ez a kijelentés. A valóságshow szereplői durva szavak kíséretében egyebek mellett saját és mások testnedveiről szerzett tapasztalataikat taglalták. Én a sajátomat már kóstoltam. A beszélgetés személyrem sértő részleteit az M1-en nem mutatjuk. Hát érted, megkóstoltam a nyers húst meg a tízis tojássárgát. Az RTL csatornájának Belevaló világ című műsorában viszont bőven akadt ilyen. Rossz lép
Az RTL 2-n sugárzott Való világ című valóságshowban pedig szinte minden részben szerepel trágár tartalom főműsoridőben. Az adások ugyanis hétköznapokon este 10 órakor, szombaton pedig este 9-kor kezdődnek. Ezzel teljes terjedelmükben beleesnek abba a műsorsávba, amit a legtöbben néznek. Az RTL egy korábbi tájékoztatója szerint legalábbis a főműsoridő a csatornánál este 7-től egészen 11 óráig tart. A legalja embereknek nem jön ki annyi mocsok a szájukon, ahogy ezek beszélnek. Rosszul vagyok már, hát nincs ezeknek a szerencsétleneknek ruhájuk, amit felvehetnének, küldjetek már be nekik mást is alsógatyán kívül, mert nagyon gáz ezt nézni. A hozzászólások alapján még az RTL törzsnézői közül is sokakat felháborít az, amit látnak a csatorna műsorában. Az egész műsor undorító, ez az évad egy hányinger, a mai fiatalok sokat tanulhatnak tőlük, ja mégsem. Fogalmaznak többen is arra utalva, hogy az adásokat a 16-os és 18-as korhatárbesorolás ellenére gyerekek is nézhetik. A villában zajló események ráadásul a főként tinédzserek körében népszerű TikTok nevű közösségi média felületen is követhetők, a szerkesztők pedig a műsorban szereplő szexuális témájú tartalmakat az interneten is könnyen elérhetővé teszik. A műsor szolgáltatónak végig kellene gondolni, hogy milyen értéket akar közvetíteni a társadalom felé, különös tekintettel a fiatalokra. Földi Rita gyermekpszichológus arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen tartalom rendkívül káros hatással lehet a serdülő korosztályra. Fennáll a veszélye ugyanis, hogy a gyerekek a valóságshow szereplőinek szóhasználatát és stílusát észrevétlenül mintának, viselkedési normának fogadják el. Egy olyan negatív mintát állít, amire nincs ráírva, hogy negatív minta, és sajnos az az üzenete az ilyen jellegű tartalmaknak, hogy gyakorlatilag mindenféle intimitás, érzelem nélkül történik a szexualitás. És én azt gondolom, hogy ez a későbbi párkapcsolatokra nagyon komoly hatást fog gyakorolni. Tehát nincs jelentősége annak, nincs érzelmi töltete annak, hogy mikor, kivel, hol létesít szexuális kapcsolatot. Ezt tartom a legnagyobb problémának, mert ez a későbbiekben is befolyásolni fogja a fiataloknak a párkapcsolati kötődését. A valóságshow miatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2018-ban már elmarasztalta az RTL klubot. A csatornának akkor közel 143 millió forint bírságot kellett fizetnie, egyebek mellett azért, mert a Valóvilág 4 valamennyi epizódja megsértette a kiskorúak védelmét célzó előírásokat. Kerestük az RTL-t, megkérdeztük ezúttal, mennyire tartják elfogadhatónak, hogy a mostani szériában szereplő nyelvezetet főműsoridőben sugározzák, és számoltak-e azzal, hogy a Belevaló világadásaiban vagy az interneten fiatalabb nézőket is elérhetnek a 18 év feletti korhatárbesorolású tartalmak. A kereskedelmi csatorna adásunkig nem válaszolt a megkeresésre. Feloldotta a magyar baromfi húsra februárban kivetett behozatali tilalmat a Fülöp-szigeteki Agrárminisztérium, így ismét lehetővé vált a magyar vállalkozások exportja a 105 milliós piacra. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte közösségi oldalán. Emellett megújították az egyik energiaitalgyártó export engedélyét is, aminek köszönhetően termékeik újra kaphatóak lesznek az ország áruházláncaiban. Szijjártó Péter emlékeztetett, kevesebb mint 2 hónapja járt a Fülöp-szigeteken, hogy lehetőségekhez juttassák a magyar vállalatokat, és a lehető legjobb versenyhelyzetbe hozzák őket a dél-kelet-ázsiai piacon. Advent második hétvégéjén is sokan kerestek ajándékot az ünnepekre. A sláger most is a műszaki cikkek, a könyv és a játékok. Érdekes viszont, hogy idén inkább a társas játékokat keresik a családok. Az üzletekben sokan voltak, de a legtöbben betartották a járványügyi szabályokat. Érezhető ugyanakkor, hogy egyre többen inkább az internetről rendelik a meglepetést karácsonyra. Ez tetszett? És miért tetszett ez neked? Sok gyermek és szülő kereste fel ezt a budaörsi játékboltot szombaton. Kicsik és nagyok egyaránt viseltek maszkot, vigyáztak a távolságtartásra, vagyis betartották a biztonsági előírásokat. A pénztárnál kígyóztak a sorok. Volt, aki néhány ezer forintos babát vásárolt, de akadt, aki 100 000 forintnál is többet fizetett a kasszánál. Az egyik legnagyobb játékkereskedő cég összesítése szerint a karácsony megelőző hetekben 25-27 milliárd forintot költhetünk játékokra, ami az éves forgalomnak a fele.
Az eddigi kimutatások szerint a legtöbben társas játékokat vásárolnak. Kifejezetten ez a kijárási korlátozás is ráerősített erre, hogy a családok otthon vannak, együtt vannak, el kell tölteni valahogyan az időt, és ilyenkor a társas játék és a puzzle kategória ennek egy nagy nyertese lehet. Mi szerintünk ez nagyon jó, mert így a családok újra együtt felfedezhetik a játék örömét. Változható színű izzókat vásárolnak. Ez most a sláger termék ennek a műszaki kereskedésnek a webáruházában. Nyáróta megsokszorozódott az internetes megrendeléseik száma. Decemberben már lassan több terméket vesznek tőlük a világhálón, mint saját üzletükben. Egyre többen próbálják kihasználni az online adta lehetőségeket, online vásárlások lehetőségeit, és egyértelműen növekszik dinamikusan a vásárlások mennyisége. Amióta bejött egyébként a második hullám, ez még inkább megerősítette ezt a helyzetet. Nagyjából 20-30%-kal lehet egyébként számolni a körülbelül növekedéssel. Fullház és 4 magas processzor, a beépítés is ezzel rendelkezik. Az okos és azon belül is a nagy képernyős televízió iránt érdeklődtek leginkább a vásárlók ebben a bajai elektronikai üzletben. De a mobiltelefonok, a laptopok és a hifi berendezések is kellendőek karácsony előtt. Ahogy közelednek az ünnepek, egyre többen jönnek a boltba, és egyre többet is költenek. 30-50 ezer forint között változik a kosárérték. Ez persze van, akinél csak egy kenyérpirítót vásárol, de valaki egy televízióval megy haza. Az üzletben vigyáznak arra, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság, és a vásárlók betartsák a biztonsági előírásokat. Eddig nagyon jók a tapasztalatok. A vízforraló jótállását állítják ki éppen, most még kézzel és papíron, jövőre viszont ez is elektronikus lehet, vagyis január 1-e után akár telefonra letölthető e-számlával is intézhetjük a meghibásodott termékek garanciális javítását. A módosításra azért volt szükség, mert egyrészt változnak a fogyasztói szokások, a fogyasztói igények és az online kereskedelem is egyre természetesebb a vásárlók részére, így automatikusan jött az, hogy az online kereskedelem térnyerésével igény van mind a kereskedők, mind a fogyasztók részéről az online jótállási jegy bevezetésére is. Az e-jótállási jegyen is ugyanazt kell feltüntetni, mint amit a papíron. Ez azt jelenti, hogy jövő karácsonykor már nem kell kibontani az ajándékokat dobozokból, hogy a kereskedők kitölthessék a szükséges dokumentumokat. Idén viszont még sok feladatuk lesz ezzel, hiszen becslések szerint decemberben akár 1000 milliárd forintot is elkölthetünk kifejezetten karácsonyi ajándékokra. És hiába közelít a karácsony, tavaszias meleg volt ma az egész országban. A rekord ugyan nem dőlt meg, de így is egészen elképesztő 17,8 Celsius fokot mértek a Hajdú-Bihar megyei Pocsaj községben. Ez jóval több az ilyenkor megszokott 3-4 foknál. A jó idő sokakat csábított a szabadba, és jól teszi, aki holnap is kirándul egyet, hétfőtől ugyanis már csapadékosabb idő jön. Miskolctapolcán plusz 15 fok volt napközben. A kellemes időjárás többeket kicsalt a természetbe, kirándultak, sportoltak, kerékpároztak a friss levegőn. A természetbe vágyók a járványhelyzet miatt óvatosabbak, de örültek, hogy kicsit kimozdulhattak a jó levegőre. Kijöttünk egy kicsit sétálni, a harcsnak jó levegő van, meg bízunk benne, itt azért csak kevésebb a fertőzés veszély. Napos kissé szeles idő fogadta a kirándulókat Szilvásváradon a Szalajka völgyben. Itt nagyon kevesen vannak, nagyon nagy távolságot lehet az emberektől tartani, és mi Miskolcról jöttünk, bent a belvárosban azért nagy a forgalom, a levegő sem igazán egészséges, valahol ki szerettünk volna jönni, ahol tudunk pihenni, és valami szinten mozogni a természetben. Kisebb csoportokban távolságot tartva kirándultak, volt, aki maszkban túrázott. Maszkot az természetesen, hogyha jönnek szembe túrázók, vagy előznek minket, akkor félreállunk, meg felvesszük a maszkot, de hogyha csak mi vagyunk a túraútvonalon, akkor levesszük. Dobogókőt is sokan választották szombati programjuk helyszínéül. Elsősorban a jó levegő miatt mentek oda a túrázók. Próbáljuk a tömeget elkerülni, és a szabadtéri programokat megkeresni. Ennyi. Máshol nem tudunk elmenni nagyon. Kicsalta az embereket a szép idő, mi kéznél van a szájmaszk, hogyha olyan helyre érkezünk, ahol sűrűben vagyunk, feltesszük, egyébként az erdőben nem hordjuk, és élvezzük a friss levegőt, a jó időt. Az ország nagy részén tavaszias volt az idő, az Eplényi Sí Arénában azonban igazi téli hangulat fogadta a látogatókat.
Az elmúlt napok hideg éjszakáin folyamatosan hóágyúztak, így most átlagosan 60 cm vastag technikai hó borítja a pályákat. Nagyon jó a pályaminőség, a hóminőség is kiváló. Lenyűgöző. Jelenleg több mint 1 kilométer hosszan a főpályát és 2 tanulópályát lehet használni. Működnek a felvonók, a kölcsönző és a síiskola is. Most vagyok először, de szerintem így jó, nekem tetszik, hogy nincsenek olyan sokan. Hát most vettem egy órát, úgyhogy szerintem én maradok a tanpályán most így egész nap. A síaréna egész területén figyelnek a megfelelő távolság betartására és a fertőtlenítésre. Annak érdekében, hogy 100%-os legyen a biztonság, telepítettünk extra készfertőtlenítő pontokat a sípályán, így bárki bárhol fertőtlenítheti a kezét. Előrejelzések szerint egész hétvégén tavaszias időjárás várható, a jövő héten is marad az átlag feletti hőmérséklet, de a szürkébb csapadékosabb arcát mutatja majd az időjárás. Tovább gyarapodott a közmédia jótékonysági akciójában befolyt összeg, már több mint 34 millió forint gyűlt össze a Jónak lenni jó keretében. A műsor idén az autizmussal élő gyermekeket támogatja, a cél, hogy ők is teljes életet élhessenek. Adakozni a 13616-os adományvonal hívásával lehet, vagy a licit tárgyak megvásárlásával. Bencos érintett autizmusban, ő az első gyermekünk. Két gyermeket nevel a budai házaspár, nagyobbik fiúknak, Bencének autizmus spektrum zavara van. Bölcsödés volt, amikor kiderült, hogy más, mint a többiek. Speciális módszerekkel tanul, és bizonyos helyzetekhez nehezebben alkalmazkodik, de sok minden másban viszont rendkívül tehetséges, például kiválóan teniszezik és zongorázik. Amikor így az egész kialakult ez a helyzet, és így tudatosult bennünk, hogy egy ilyen kis csodát kaptunk, akkor mi ezt tényleg csodaként éltük meg, és nem úgy, hogy ez most egy probléma. Persze feladat, mert sajnos ebben a világban nekik még azért nincs az út kikövezve, de egy csodálatos feladat, én azt gondolom, mert fantasztikus gyerekek ők, és hatalmas nagy töltetet adnak. A 15 éves fiú az együtt az Autistákért Alapítvány segítségével talált barátokra. Sorstársaival együtt programokon, táborokban vehetett részt, most a járvány alatt pedig az interneten tartják egymással a kapcsolatot. A szervezet mindent megtesz azért, hogy a spektrumzavaros gyerekek élete teljes legyen. Kevesen tudják, hogy mi is az autizmus. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy betegség, de ez nem egy betegség, ez egy fejlődési zavar, és sok esetben sajnos, amikor valaki máshogy viselkedik, akkor nem gondolnak arra, hogy egyébként lehet, hogy ő autista, és lehet, hogy egy kicsit megértőbbnek kellene vele lennem, lehet, hogy azért nem néz a szemembe, mert egyébként ő autista, és nem azért, mert szemtelen velem. Tehát, hogy ezeket a dolgokat szeretnénk egy kicsit jobban megértetni mindenkivel. A közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő akciójának az idei kedvezményezettje az Együtt az Autistákért Alapítvány. Egy diagnosztikai és terápiás otthont szeretnének létrehozni, ahol a spektrumzavaros gyerekek különleges fejlesztést kaphatnak. A kezdeményezéshez egyre többen csatlakoznak. A szervezetet 20 millió forinttal támogatja a Prima Primissima Alapítvány. A kuratórium tagja Kozma Imre atya azt mondta, fontos, hogy a legnehezebb időkben egy világjárvány közepette se feledkezzünk meg mások megsegítéséről. Ez egy csodálatos felhívás ilyenkor karácsony előtt minden esztendőben, mert valóban jónak lenni jó, hiszen aki jót tesz, az jobb lesz. És ne felejtsük el, hogy minden ember szeretne jó lenni, és szeretnénk jobbak lenni, néha jobbnak is szeretnénk mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk. Hát itt a pálya, itt a tér, itt a lehetőség, hogy tehetünk jót. A jótékonysági akcióban mostanáig már több mint 34 millió forint gyűlt össze. A kampány december 20-án egy egész napos ünnepi műsor folyammal zárul. Addig is több módon lehet támogatni az Együtt az Autistákért Egyesületet. A 13616-os telefonszámon egy hívás vagy egy üzenet 500 forintot jelent. Emellett az ismert emberek által felajánlott tárgyakat is meg lehet vásárolni a mediaclick.hu/jónak lenni jó oldalon. Ma van az önkéntesség világnapja. Novák Katalin és Rácz Zsófia helyettes államtitkár közösségi oldalukon közzétett videóüzenetben köszönték meg az önkéntesek munkáját. A családokért felelős tárca nélküli miniszter elmondta, Magyarországon egyre több fiatal vállal önkéntes munkát. Ez azt jelenti, hogy a 20 évesek közül minden harmadik szokott rendszeresen önkénteskedni.
Gondoljunk bele, hogy most a koronavírus járvány ideje alatt hányan vannak olyanok, akik nem csak a kötelezőt teljesítik, hanem önként jelentkeznek és önként vállalnak feladatokat a koronavírus járvány elleni védekezésben. Köszönet nekik. Köszönet nem csak azoknak, akik nap mint nap teszik azt, ami a dolguk, hanem azoknak is, akik ezen túl is cselekednek. Szándékosan hajtott szemétszállítók közé egy autós a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokon. A sofőr két munkást, valamint egy segíteni akaró férfit is elgázolt, ők könnyebben megsérültek. A munkások végül egy boltba menekültek, de az autóban ülő két férfi utánuk ment és halálosan megfenyegette őket. Úgy tudni, elszámolási vita állhat a háttérben. Vezetőszáron egymástól elkülönítve vitték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságra azt a két mándoki férfit, akik a gyanú szerint autójukkal hulladékszállító munkások közé hajtottak péntek reggel. A gázolás a település főutcáján történt. Először egy férfi megállt az autójával, kiszállt és szidalmazni kezdett egy ott dolgozó munkást. Ezután elhagyta a helyszínt, de kis idő múlva egy társával tért vissza. Ekkor viszont már nem állt meg, hanem fékezés nélkül az emberek közé hajtott. Két munkást és egy segítségükre siető férfit is elsodort. A kamera felmételen annyi látszott, hogy itt nem az úton jöttek meg, nem a járdán, hanem itt futottak mindenen keresztül. Az elütött munkások csak könnyebben sérültek meg, így menekülni kezdtek, és egy közeli vegyesboltban kértek segítséget. A támadók ide is követték őket, és az üzlet ajtajában állva gyilkossággal fenyegetőztek. Meg voltak rémülve, meg szerintem úgy mondom, hogy sokkot is kaptak ugye az esettől, úgyhogy meg kellett őket egy kicsit nyugtatni, leültettük őket szépen. Megkérdeztük pontosan, mi történt, de hát ők is csak ugye nagy vonalakban hebegtek, habogtak, mert a sok hatás alatt voltak mind a ketten. Az áhonyi rendőrök nem sokkal később a helyszínre értek, ahol elfogták a 38 és 40 éves férfit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya a két mándoki férfi ellen több ember sérelmére elkövetett emberölés büntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást. Információink szerint a támadók és a sértettek ismerték egymást, a konfliktus pedig egy korábbi uzsora kölcsönből eredhetett. Az M1-nek nyilatkozó kriminológus szerint ilyen esetben nem ritka, hogy valaki egy kölcsönspirálba kerül, amitől aztán nagyon nehéz megszabadulni. Rendszerint olyan közösségekben történik ez, ahol az emberek jól ismerik egymást, és ezért aztán szem előtt vannak, és mondjuk lehet fenyegetni, ijesztegetni, hogy adja vissza a pénzt, de mondom, ha tényleg fenyegetik, tényleg megijesztik, vagy netán rá is támadnak, akkor már súlyosabb bűncselekmény valósul meg. A gázoló sofőrt a rendőrök őrizetbe vették, az autóban utazó társa pedig szabad lábon védekezhet. Egy közúti webkamera rögzítette a pillanatot, amikor egy repülőgép kényszerleszállást hajtott végre egy autópályán az amerikai Minnesotában. Szerencsére nem volt nagy a forgalom, azonban így sem sikerült elkerülni az ütközést, miután a gép landolt, autók rohantak egymásba. Senki sem sérült meg, a repülőgépet pedig egy tapasztalt műrepülőpilóta vezette. Egyelőre nem tudni, hogy miért kellett kényszerleszállást végrehajtania, a baleset körülményeit még vizsgálják.